Még nincs minden csempe a helyén a parkfürdő medencéinél. Zajlanak a felkészülési munkálatok a Sóstógyógyfürdők ZRT területén. Felújítják a padokat és kiszolgáló helyiségeket, ültetik az új növényeket, a víztározók pedig ugyan még üresek, de már kitakarították a rendszert. Mondta el 35 perc című műsorunkban Matavovszki Dániel a társaság vezérigazgatója. Nagyon nagy problémával szerencsére nem találkoztunk. Hát igen, ilyenkor a munkának egy jó része a föld alatt történik, a gépházakban. Át kell nézni a szivattyúkat, a csővezetékeket, szűrőrendszereket, ezeket át kell fertőtleníteni, és bizony ott van a sok-sok munka a parkkal is. Zöld hulladéknak az összegyűjtése, növényeknek a telepítése, fűnyírás és fűpótlások. Úgyhogy reméljük, hogy erre a szezonra szépen fel fogunk tudni készülni. Egyenlőre még nincsen olyan nagyon nagy rendkívüli esemény, reméljük, hogy nem is lesz. A tavalyi strand hektikusan alakult, júniusban a szinte folyamatos esőzések miatt kevesen látogatták a park és tófürdőt. a július-augusztus-szeptember viszont már kiváló vendégszámokat hozott. Az ősz folyamán aztán új szolgáltatásokat vezettek be, ezeket a várakozáson felülvették, vették igénybe a jegyetváltók, így a téli hónapok is forgalmasan alakultak. Egészen jól sikerült a 2023-as év, a 2024-es évnek az indulása is egészen jó, a tervhez képest jelentősen tudtuk növelni a vendégszámunkat, már most ebbe az elmúlt három hónapban is, és a tavalyi tavaly évhez képest is egyébként, ennek oka volt, hogy a téli szezonban számos új szolgáltatást vezettünk be. A szaunákra például elég nagy hangsúlyt fektettünk, sauna szerveztük a vendégeknek, amikről nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, és ennek megfelelően nagyon szép forgalommal zajlottak ezek a rendezvények. Emellett új egy típust is vezettünk be így a téli időszakban, ez a termájegy, ami arról szól, hogy ha valaki nem szeretné az egész fürdőt igénybe venni, nem szeretne csúszdázni például, vagy a hullámedencébe menni, akkor tud külön kedvező báró belépőjegyet vásárolni csak a termálmedencékbe. Készülnek újdonságokkal a közelgő nyári időszakra is. Nagy kivetítőkön közvetítik, majd a nyári labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseit, majd az olimpiát is. Felújítanak és bővítenek a parkolóban, és új tematikus kulturális programokat is kilátásba helyeztek a vezetők. Jegyár emelésre azonban hétköznapokon legalábbis nem kell számítani. Nem tervezünk változtatni a korábbi jegyárakon. Ugye január 15-én volt egy minimális jegyáremelés, emelés, ez azt jelenti, hogy a tavalyi évhez képest csak is kizárólag hétvégén 5%-kal növeltük a jegyárakat. Hétköznapi jegyárak azok változatlanul maradtak. Ezeket az árakat tartjuk majd a nyári szezonra is, tehát további emelés az nem lesz. A tavalyi évhez képest a hétvégi jegyárak 5%-kal emelkednek, hétközben pedig maradnak. Egyébként a hétvégi jegyár emelés nem is vonatkozik azokra, akik online vásárolják meg a belépőd, belépőjüket hiszen ö, tavaly év decemberétől ezt is megtehetik, ezzel el fogják tudni kerülni a nyári szezonban a sorbanállást is, és egy picit kedvezőbben tudják megvenni, kedvezőbáron tudják megvenni a belépőjegyet. A vezérigazgató hozzátette, különösen fontos, hogy megszólítsák a helyieket, és minél nagyobb számban váltsanak egyet a nyíregyháziak. A külföldi turisták száma az elmúlt évben már megközelítette a COVID előtti 2019-est, leginkább Szlovákiából, Lengyelországból és Romániából csobbantak a sóstói strandokon.